Barta Zsolt vagyok, Hódmezővásárhelyről, 62 éves, nős, három gyerek apja és nagy babettás. Farkas Gábor vagyok, sajnos már 62 éves, de én még mindig ugyanazzal szeretettel imádom a babettát, mint fiatalabb koromban. A kelet-európai vadmotorosok, így is hívhatnánk Gábort és Zsoltot, akik 50 köbcentiméteres kétütemű babetta motorjaikkal járják a világot. Az, hogy ezzel eljussunk valahova, ez egy olyan különleges dolog, hogy valóban őrültnek kell lenni hozzá. Gábor és Zsolt már sok 10 000 kilométer megtételén vannak túl, de most életük legnagyobb kihívása elé néznek. Április 25-én Szegedről Afrikáig akarnak elmotorozni. A nagyút előtt a szatymazi tanyavilágban tesztelték a babettákat. A motorok jól vizsgáztak, igaz, a homokos talaj néha komoly kihívást jelentett nekik, főleg a méretes utánfutó miatt. Az 30 fölött van mostan, de még nincs benne minden. Tehát mikor te lélősz rakva, szerintem úgy lesz 60, mint a pinty. És az hogy bírja el egy 50 köbcentis kis robogó? Hát nagy esélye síkúton. Az emelkedőkön majd ottan, hát... Az emelkedők előtt lánckerék cserére is szükség lesz a nagyobb nyomaték miatt, ugyanis a motor eredetileg csak egysebességes. Van tulajdonképpen országúti, kicsit dombos, hegyes, nagyon hegyes, extrém. Ha rosszul választottál áttételt, akkor visszamész a völgybe, cserész még egyszer. Nem csak lánckerekeket, a legapróbb alkatrészeket is magukkal kell vinniük. A motorokat ugyanis szinte minden nap javítani kell. Gábornak és Zsoltnak azonban még a motorcsere sem jelent problémát. Lengyelországba széthullott a tűgörgő, beleállt a dugattyú tetejébe, ott 18 perc volt egy blokkcsere. Blokk ki, három csavar, 8-as csavar ki, másik blokk be, kipufogó föl, karburátor föl, már mentünk is tovább. A mindenre felkészült kis csapat nagy túrái 10 évvel ezelőtt egy balatoni kirándulással kezdődtek. A második útjukon már meg sem álltak az Adriai tengerig. Ott az teljes fény kaptunk, és Istennek legyen folytatása, és elkezdtük mindig nagyobbat csinálni. Mindig nagyobbat csinálni, és így aztán eljutottunk a Fekete-tengerre, eljutottunk a Balti-tengerre. Gábor rendszeresen dokumentálja a látottakat, ezeket a felvételeket is ő készítette. Jártak már a Grossglockneren, a Magas Tátrában és még Athénban is a motorokkal. Görögországban a helyiek például biciklinek nézték a babettáikat. Megállunk egy ilyen fizetőkapunál, azt akkor mondjuk, hogy fizetünk a motorkerékpár. Kinézott egy egyetemista srác volt, azt mondja, ez bicikli motor, bicikli velocipéde, így hogy hiány, tehát motor, meg minden, menjünk egy csával arrébb, ott az ingyenes a bicikliseknek. Ugyan a 70-es években a csehszlovák Jáva gyárban készült kis motorokat rövid utakra tervezték. A két kalandor már összesen 14 országban jártak kétütemű járgányokkal. Benne is van a kiskönyvében, hogy egy másfél óra után pihentetni kell. De az alap az nálam nem volt benne. Azt így ki lett szakítva. Afrikáig 3000 kilométert kell majd megtenniük. Spanyolországból hajóval jutnak majd át Marokkóba, és egy 100-150 kilométeres kör után már indulnak is haza. Az optimista terv szerint egy hónapig, a kevésbé derülátó becslés szerint 50 napig tart majd az út. Olyan rettentően, én már tiszta ideg vagyok. Arra a kérdésre, hogy miért ez a hobbiuk, Gábor nevetve csak azt válaszolta, azért, mert a horgászat túl unalmas lenne.